Fél ezer általános iskolás érkezett a külhoni területekről és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség idei harmadik összmagyar anyanyelvi táborába Sátoraljaújhelyre. A kárpátaljai, felvidéki, erdélyi és vajdasági kisdiákok mellett 80-an érkeztek a táborba Kanada, Ausztrália, Ausztria, Ciprus, Nagy-Britannia, Franciaország, Írország, Németország, Spanyolország és Új-Zéland magyar diaszpóra közösségeiből. Az anyanyelvi tábor legfőbb célja, hogy a szórványból és a diaszpórából érkező általános iskoláskorú gyermekek magyar környezetben minél több élményt, barátságot és emléket szerezzenek, illetve erősödjön a magyar nyelv és kultúra ismeretük és szeretetük. Egymást érik a Rákóczi Szövetség táborait Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban, és hát minden vasárnap az azzal indul, vasárnap délután, hogy megérkeznek a diákok, legalább fél ezer diák, hétről hétre egymásnak adja a kérincset itt a Rákóczi táborban. Most éppen egy nagy összmagyar anyanyelvi tábor kezdődött, ahová általános iskolás gyerekek jöttek a Kárpát-medencének a külhoni vidékeiről, főként a Szórványból. Örülünk, hogy itt vannak a kárpátai gyerekek is, a Berek, a Szászi járásnak több településéről. És hát amellett, hogy itt vannak a Berek-Szászi járásból, Kárpátaljáról, itt vannak a felvidékiek, az erdélyek, a vajdaságiak, és hát mellettük pedig a diaszpóra, vagyis a nagyvilág magyar közösségeknek a fiatal diákjai, gyermeke is, akik egészen Új-Zélandtól Kanadáig, vagy mondhatnám Írországtól egészen Ciprusig, nagyon sokféle országból jöttek. És ez a hét azzal telik, hogy ezek a gyerekek itt rácsodálkozzanak arra, hogy lehet, hogy otthon is kisebbségben, kevesebbségben vannak, de ilyenkor azt látják, hogy igazából a magyar nyelv és a magyar nemzet az egy nagy világra szóló nemzet. És itt azt érezhetik, hogy sokan vannak, és hogy ez egy érték. Érték a magyar nyelv is, és a magyar kultúra is. Másodszorban pedig van ennek a tábornak egy olyan küldetése, hogy azt próbálja üzenni a családok és a közösség számára, hogy a magyar iskola választással, hiszen akik itt vannak most, ők magyar iskolába járnak, vagy éppen a diaszpórában valamilyen magyar közösséghez kapcsolódnak. És ezt a döntést, ezt a választást is ezen az úton keresztül is szeretnénk megköszönni a szülők és a közösség számára. Másrészt a diákok, akik itt vannak, őket pedig azt gondoljuk és azt reméljük, hogy az itt töltött napok azok segítenek abban, hogy nagyon sok élményt tudjanak innen hazavinni magukkal, ami szép emlékké válik, és hogy ezek az emlékek, ezek az élmények a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához kötik őket, és hát az a reményünk, hogy majd felnőtt korukban is büszkék lesznek erre a nyelvre és erre a kultúrára.